Nacsácsú, mi csőtészt a csokoládé és traktorkerék üdv a csatornán, kipörjelentkezik a következő videóval a Farming Simulator 19 tutoriás sorozatunkban. Yeah! Ez végig sikerült egy levegővel mondani. Na, az a lényeg, hogy elindítottam közben a vetést, hogy minél hamarabb tudjunk foglalkozni ugye a földdel, meg még ráadásul belepörgetik az időbe, hogy ugye amikor egyes növekedési stádiumba fog kerülni a szója babunk, akkor tudjak kapásból még egy adag műtrágyát ráküldeni a földre, és akkor gyakorlatilag a maximális hozamot el is fogjuk érni gyakorlatilag ezen a földön. Szuper! Hát itt egyébként látom, hogy van még ott egy csikocska, de azt szerintem ott hagyom. Nem akarok oda még egyet vetni. Viszont azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy ki fogunk alakítani magunknak egy kis gazdasági épületrendszert, mert egy picit nekem ez nem tetszik, hogy szinte így össze-vissza van minden. Hova raktuk az eszközünket? Ó, basszus, hova raktuk az eszközünket? Nem tudom, hova raktuk. Ide? Ott van. Akkor mehetünk is érte, mert rövidesen ugye elkezd növekedni. Ugye, hogyha kiszállsz a gépből, akkor rámész a földre, látod, hogy mi szükséges. Gyakorlatilag látni, hogy ugye 50%-ra van megtrágyázva. Ami annyit jelent, hogy ugye még egyszer le kell trágyáznunk, és ezt ugye növekedési stádiumonként tudjuk megtenni. Tehát akkor a következő növekedési stádiumba kapásból végig fogjuk küldeni a műtrágyával, és akkor gyakorlatilag a maximális hozamot fogjuk elérni, amit meg fogtok látni, hogy elég brutális lesz. Közben majd figyelni kellene az árakra, és egy megfelelően magas áron kellene eladnunk ugye a terményt, amit ugye sikerül megtermelnünk. Nem mindegy ugye, hogy milyen áron fogjuk azt eladni. Na, oké. Itt szerintem meg is fogjuk várni, hogy ez a terület elkezdjen beérni. Ugye ez volt az első rész, ahol látjátok, egy annyit csinálok, hogy ok. Megnézzük, hogy ugye meddig tudjuk ezt megoldani, és mindjárt rövidesen ráhajtunk, és láthatjuk, hogy ha kiszállunk, hogy már itt 100% megtrágyázott, itt meg 50% megtrágyázott. Szóval, hogyha még egyszer magyarul most itt végig megyünk rajta, akkor meg is fogjuk kapni a maximális trágyázottsági szintet. Ugye ilyenkor érdemes egy kicsit így felülről nézni, mert akkor látod, hogy gyakorlatilag meddig szórja el ugye a műtrágyát a géped. Nem is tudom, 24 vagy 25 méter szélességbe tudunk ezzel a géppel műtrágyázni, szóval nem egy gyenge. Kapásból ráítottam melósra, hadd csinálja meg nyugodtan a földet. Közben még nekünk gondolkozni kellene. Ja, arról beszéltem ugye, hogy lehet, hogy ki fogok építeni egy kicsi bázist magamnak, mert miért ne. Nem olyan drágák egyébként az épületek, ugye fészereket gondoltam, hogy vegyünk. Silót nem akarok még egyelőre venni, hanem valamilyen fészert, ahova ugye be tudnék állni. 9000-be kerül a legkisebb ilyen kis védő. Ilyen shelter, amiben szinte az összes gépünk beférne. Hát nézzük meg, hogy hova tudnánk elhelyezni. Én azt amondó vagyok, hogy lehet, hogy valahova ide a föld szélébe, ide a fa tövébe egy egész kellemes kis helyet tudnánk létrehozni. Annyit meg akarok nézni, hogy ne lógjunk bele annyira semmibe. Az a baj, egy picit attól félek, hogy ugye rá fog lógni a területünk szélére, ami annyit fog tenni, hogy a kombájnunk nehezebben fog fordulni, tehát ahogy úgy kellene elhelyezni. Az a baj, itt meg baromi nagy a bozót, ugye? Meg nagy a bozót. A bozót az valószínűleg kikerül onnan, hát ezt még sose próbáltam, úgyhogy most ez mindjárt ki fog derülni. Talán itt nem alakítható át. Na, itt valahol, ugye? Így. Nézzük meg, hogy párhuzamos-e az úttal. Egy. Na gyerekek, ez tökéletes. Hát egy kicsit benne lesz a bozótba, de szerintem ez nagyon baba. Meg majd egy kutyaházat is fogunk menni a poén kedvéért. Jó, oké, vigyük le azt a izét, vigyük le ezt a cuccost. Kapásból bálunk vele, lerakjuk a vágóasztalt, és akkor itt lesz egyelőre kialakítva nekünk egy ilyen kis rendszer. Úgy gyerekek, itt a föld széle, ez nem tudom, hogy mi ez a izé, itt ilyen offroad terepre ez hasonlít az egész. Ugye egy darab traktorunk van, szóval nagyon nem kell még az eszközöket pakolgatnunk, viszont itt egy picit azért akkor rendet tudunk rakni. Hát nem tudom, hogy a nagyobb gépek fognak ebbe a kis shelterbe férni, de majd mindjárt kiderül.
vágóasztalt mondjuk akkor. Hát a vágóasztalt lerakni annyira felesleges, hogy az hihetetlen. Megpróbálom be gyömiszölni oda. Ilyennel el tudsz lenni ugye, hogyha esetleg nincsen más dolgod, viszont ugye majd le kell ürítenünk egy kicsit. Jó. Igen, egyébként tudom, hogy lehet a területet is módosítani meg mindent. Egyelőre ez nem akarom. Leengedem a vágóasztalt szépen. Oké, jó van gyerekek. Szuper. Na, hogy állunk a traktorral? Rövidesen az is végez. És akkor utána megint belepörgetünk ugye az időbe. És amíg beérik nekünk a terményünk, addig el fogjuk vinni. Addig el fogjuk vinni akkor a... Ó, nem akar beleugrani. A szemet eladásra. És elkezdünk kalkulálni, hogy igazából mire tudnánk költeni. Hát ez nagyon jó kis bozótos terület egyébként. Nem tudom, hogyha kaszával lekaszálnám, akkor az mennyire használna. Jó van, gyerekek. Nézzük a traktorunkat, hogy állunk. Hát még legalább három sor. De legalább akkor ugye meg lesz teljesen műtrágyázva, meg minden meg lesz. Ennél jobban ugye nem tudod megoldani. Ennél nagyobb hozamot nem tudsz kihozni. Ugye alapban van a 100% hozam. Ugye, hogyha nem nem gyomtalanítasz, akkor mínusz 20%, ha nem szántasz mínusz 15%, viszont nekem ez a kettő ki van kapcsolva, tehát 100% hozamról indulsz, és ad 2x25%-ot a két trágyázás, ugye az megvolt. Meg még ráadásul mi ad nekünk hozam növekedést? Nem emlékeztek rá? Most egy kicsit meg vagyok lőve, nem emlékszem erre. Hol volt a hozam növekedéses leírásunk? Itt valahol volt, ugye? Termésjavítás. Igen, a messzezés az 15%-ot növelt. Tehát akkor gyakorlatilag 165%-nyi lesz ezen a területen a hozam. Úgyhogy ez nagyon-nagyon kis baba lesz. Viszont már végezhetne a melósunk. Ugye, hogyha még egy területet elkezdünk művelni, akkor mindenképpen már még egy traktorra is szükségünk lesz. Ugye azt beszéltük, hogy ennek a területnek a végében lévő hatos területre fogunk ráállni mindenképpen. És utána megyünk a 13-as és a 7-es környékére, és a 8-as lesz, vagy a 9-10-11. Gyakorlatilag ezt a központi gabona elevátor környéki területeket, amik itt vannak, azokat akarom én benyúlni, hogy onnan kezdünk el gazdálkodni. Utána meg a 4-es, 5-ös fele fogok orientálódni, ezeket az icipici területeket, ezeket valószínűleg másra fogom használni, lehet, hogy fakitermelésre. Tudom, hogy egyébként lehet olyan területeket venni, ahol vannak fák, de ugye lehet azt is csinálni, hogy ültetsz te szépen sorba jó kis egyenes fenyőket, és akkor sokkal könnyebb a megmunkálása. Viszont még mást is akarok létrehozni ebbe az egészbe. De azt arról még nem szeretnék beszélni, az inkább egy ilyen kis meglepetés lesz majd. Jó van, gyerekek, oké. Gyorsan végezem a messzezéssel. Hát igen, rengeteg pénzt elpazarlunk, ugye? Mivel azt írtátok, hogy lehet azt állítani, hogy ne vegye a munkás gyakorlatilag a mészt, vagy az üzemanyagot, hanem használja a gépben tároltat, például ugye a nem meszet most, hanem műtrágyát, meg ugye az üzemanyag is elkezd fogyni. Hát igazából pontosan ugyanott vagy, mert akkor meg ugyanúgy neked kell ugye tankolnod, neked kell megtölteni a műtrágyával a eszközöket. Szóval egyszerűbb, hogyha bájtod, hogy vegye, és akkor nem kell azzal szórakoznod, hogy el kell menned zsákod venni, meg megtölteni, meg tankolni, hanem hogy ott használja, nem gondoz nekünk. Egyébként a munkás ebbe a Farming Simulator 19-ben szerintem elérte azt a szintet, hogy tökéletes. Én azt mondom, akkor is tök jó elboldogul, hogyha valamilyen tereptárgyak vannak, vagy más a föld alakja. Én nagyon, nagyon meg vagyok elégedve a Farming 19-ben a munkással. Ide már egyáltalán nem kell semmilyen autótraktor, meg semmilyen olyan cruise mód, vagy akármicsoda, amivel használhatnád a munkásodat, minden nem kell, plusz mód, ez teljesen jól működik, viszont most akkor én elkezdek pörgetni az időbe, mint a barom, és akkor minél hamarabb ugye legyen meg az első babszállítmányunk, amiből tudunk vásárolni, és mindenképpen földre fogunk gyűjteni.
mert nekünk az kell. Igen, bérköltségek, meg rengeteg ugye adósságunk van, azért vinni fogja a pénzt, viszont elég gyorsan, ugye hatékonyan tudjuk növelni a hozamot, meg gyakorlatilag a pénzmennyiségünket, a profitunkat. Jó. Oké, gyerekek. Akkor, hogyha ez megvolna, álljunk meg. Jó, hát végezett gyakorlatilag. Elmegyünk, és eladjuk a gabonát. Igen, bérköltségek, azt is megint levonta. Nem baj, srácok. Hát lehet, hogy az éjszakában nyulló lesz ez az egész, amire ez meg fog nőni, nem baj. Én most egy kicsit összeszedem a szerszámokat, vagy az eszközöket, hogy ne az legyen, hogy minden szana széjjel van. Lehet, hogy titeket is zavar egy kicsit, engem már kezd. Ezzel mondjuk bálunk ide. Oké. Okay. Ez az. Egyébként, hogyha te nem tudsz tolatni pótkocsival olyan nagyon szuperül, akkor ugye érdemes szem előtt tartani, hogy ennek a traktornak pont nem. Ennek a traktornak nem, pont nem, vagy ennek a... Igen, ennek a traktornak pont nem, mivel ott a három pontos és nincsen plusz pótkocsi csatolója, de egyébként nagyon sok traktornak ugye az elejére is tudsz pótkocsit akasztani, és akkor elég jól, könnyen el tudsz boldogulni vele. Mondjuk én annak a híve vagyok, hogy forgózsámolyos ne vegyünk, hanem inkább akkor próbáljuk megoldani egy másik megoldással. Jaj. Egyébként egy problémám van, nem tudom, hogy ez beállítás probléma, de rettenetesen lassan fordul át egyik irányból a másikba ennek a traktornak az irányítása, a kormányzása gyakorlatilag baromi lassan. Na, oké, menjünk. Jó, az ott rohadja meg. Elmegyünk a pótér, és kettőt kell fordulnunk, mert ugye az a nagy probléma, hogy még árpa van. Ó, gyerekek, ez a terep, ennek a földnek ez a része, ez a fele, ez szörnyű, nem tudom, hogy ez hogy sikerült ennyire szarra. Oké. Okay. Nem tudom, ez hogy sikerült ennyire szarra. Na, gyerünk, menjünk. Azért megérzi az a 45 ezer litert ez a traktor is. Úgyhogy tényleg érdemes volt egy nagyobbat venni. Gyorsan eladjuk, álljatok meg egy pillanatra, álljatok meg, és meg is állítom az időt most addig. Mert ugye meg kell nézni, hogy hol a legjobb ugye a árpa. 670, ez étterem, de várjál, tanya. A tanyán látod? És ezért érdemes volt, mert ugye tud változni az ára. Hát a tanya, megmondom őszintén, fogalmam sincs, hol van a tanya. Hát a tanya az jó messze van, gyerekek. Igazából a műúton, hogyha végig gangolok, akkor jó lesz nekem. Addig mert eladom, aztán utána, miután eladtam, akkor fogok pörgetni tovább az időbe. Tanya, igen, a tanyán az árpát, a tanyán veszik legjobban. Jó, ez a folyamatos mentés kicsit idegesítő, ki kellene kapcsolnom, nem? Na, a műúton elvileg elmegyek balra, és akkor oda fogok kiérni, nem tudom elhibázni. Azért, lehet, hogy ugye, ha pörgetnék az időbe, közben máshol többet adnának érte, de nekem ez bőven jó, az a lényeg, adjuk el hamar, és hogyha esetleg a második fordulót visszük, addig, amikor már visszafele jövök, akkor mindenképpen fogom pörgetni az időt, de én nem akarom most egyelőre húzni az időt, gyerekek. Na, elég jó. Látjátok, azért ezt is megérzi, vagy ez is megérzi az emelkedőket. 48-an megyünk már csak fölfele, akkor képzeljétek, hogyha egy sokkal gyengébb géppel akarnám itt ezt a véghez vinni. Ez úgy elég problémás lenne. Jó, nem sokára ott vagyunk egyébként, nem olyan hatalmas ez a map. Gyorsan. Vasúti átkelő. Ja. Kikapcsoltam, hogy a vonatra minden alkalommal ráváltsunk. Egyelőre nem használunk vonatot, majd használjuk akkor, hogyha kell. Menjünk. Továbbítok? Ja, jó, egyenesen tovább. De nagyon ez nagyon brutálisan visszafogja ez az egész. Menjünk, és föl kell mennem a földes úton, ugye? Ide még soha nem hoztam terményt egyébként. Viszont ez barva jó, hogy ugye mutatja, hogy hova
Hát jóval kifinomultabb egyébként a Farming Simulator 19, jóval játékosabb barát, mint a Farming Simulator 15 vagy a 17. Nagyon, azért jó meg van csinálva. Nagyon kézre állnak a dolgok, minden kis kellemes. Azért rengeteget fejlődött. Viszont 18-al, 17-tel megyünk, és most képzeljétek el tényleg, hogyha egy... Ezért érdemes mindenképpen egy erős traktort venned, viszont ez a GCB még gyors is ráadásul, úgyhogy baromi jó. Na, jó. Árpa eladás. És akkor már pörgetik is az időbe, gyerekek. 120-szal. Silót is valószínű meg kell vennünk, mert azért nem ártana, hogyha tudnék valamennyit tárolni. Ugye az alap siló talán valami 100 000-et tud tárolni, úgyhogy ez nem egy olyan hatalmas. És ugye különböző siló bővítéseket tudsz venni, de viszont lehet, hogy egy kisebb területet, vagy egy területnek egy bizonyos részét majd én meg fogok ám csinálni magamnak. Minek nevezik? Egy ilyen kis farmnak. Szóval ott ki fogunk alakítani magunknak egy farmot valahol a területen. Ne az legyen, hogy egy össze-vissza legyenek a cuccaink. És akkor oda kellene majd egy nagyobb siló meg minden. De tényleg az nagyon jó egyébként, hogyha a terület közepén munkálkodsz. Ja, meg ugye marha közel vagyunk például a biogázhoz. Ugye ott meg van bunkersiló, azt is ugye fel tudjuk használni. Az is egy tök jó dolog. Van, csapjuk neki, ott van a biogáz, ugye? Itt van jobbra. Akkor itt át tudnék menni. Hát egy kicsit bocsánatot kívánok, de én átmegyek itt a földön. Jó, szuper gyerekek. Ingatlanok feltartási költsége, ugye ezért azért nem olyan... egy jó 10 euróba kerül. 10 euróba kerül naponta ugye fenntartani ezt a izet. Igen, ija, itt van ez a szar izé. Szar rész. Kombányból leengedjük, azt is viszont el kell vinnem, mert különben nem tudok aratni. Úgyhogy rohadt gyorsan el kell mennem, akkor megint. Sajnos nem tért bele pont. Egyébként 0:59, vagy Isten, nem olyan marha sötét van a játékban. Nézzük meg közben akkor hol. Az árpa, hát mi 6:84. Még mindig az étteremnél, 6:38. Vagy nem, az étteremnél most meg már, ja, látom, most meg az étteremnél, jó van. Akkor 6:84, hát az étterem azt megint fogalmam sincs hol van. Úgy látom, hogy az valamelyre, lefele. És ha jól látom, nincs olyan baromi messze. Jó van gyerekek, mennyi van rajt? Mennyi volt rajt? Hát 3300 liter, igazából teljesen mindegy, várjátok, leürítettem az egészet le. Teljesen mindegy, mert mindenképpen ki kellett, hogy ürítsen, mert különben aratás az nuku. Ugye ilyeneket érdemes ilyenkor csinálni, amikor más dolgod úgy sincs, érik ugye befele a, érik befele a termény, addig meg tudunk dolgozgatni. Jó van, sem gyerekek. Elmegyünk balra. Ahogy látom. Kis fék. Úgy. Ja, itt ja, tudom, hol az étterem. Így be kell menni hátra, vagy amit oldalt neki. Jó. Valahogy úgy kell oldalt bevenni, nem? Ó, oh, bazza. Jaj, more. Bemegyek az oldalt. Bementem majdnem az ajtón, belöktem. Jó, nyitva vagynak még 4 órakor, ja, itt kell, igen. Na. Hoztam árpát, nem tudom mit csináltok az étterembe belőle, de szívetek jogotok. Akár kenyeret is süthettek, mondjuk árpából nehezen. Vagy nem tudom, hogy van-e olyan, hogy árpából, de szerintem nem igen. Bár aztán a mai reporkonyha dolgok, nem minden szart kitalálnak. Jó, tankolnunk. Nem kell ugye itt az üzemanyag. Egyébként. Okay. Ja, és az épületek közül, amiket még érdemes megvenni, hogyha te például szereted cserélgetni a különböző eszközökön a különböző beállításokat, például kerékbeállításokat, vagy pedig hasonló más dolgokat itt szeretsz variálni, akkor ugye érdemes egy műhelyt venni, az nem egy nagy pénz, viszont akkor nem kell folyamatosan lejárnod a boltba. Természetesen, úgyhogy az is egy jó dolog lehet. Jó van gyerekek, azt hiszem, hogy hajnalodik. Nem tudom, hogy áll a
hogy a terményünk, ó, nagyon jó gyerekek, azt hiszem, hogy meg is vagyunk vele. Akkor át is ülünk a kombányba, már csapjuk is neki gyerekek, ugye elvileg fullos. Ez egy fullos vetés, ennél többet nem tudsz lehozni erről a földről. Ugye minden oké, 100%-ra megvan, minden jó vele gyerekek. Jó, hát én le is állítom az időt, ne menjem fölöslegesen. Elindítom a melóst, és igazából ennél több babot, mint amit erről leszerünk, nem fogsz tudni leszedni erről a földről. Úgyhogy neked is, hogyha mindent megcsináltál jól, akkor pontosan ugyanannyi kell lennie. Oké, gyerekek, szuper. Hadd menjen. Szólja bab. Jó van gyerekek, most tudom filózok, hogy a bab az elég lassan telik. A bab az elég lassan telik, ezért mi tudnánk csinálni különböző dolgokat. Még mielőtt... Vagy megnézem a föld állapotát. Megtalálja 0%. Igen, viszont azt hiszem, hogy izélni se kell. Ugye nem kell nekünk. Ja, a szántást igényelt, azt írja, de nem igényel egyébként. Igazából semmi nem kell, sem ész nem kell hozzá, semmi nem kell hozzá. Úgyhogy ez nekünk egy jó dolog. Jó, oké. Úgyhogy nem kell meszeznünk akkor, magyarul megmondván. Ami nagyon szuper. Hát akkor a pótkocsit fölcsatoljuk, aztán megyünk, ürítünk. És mást egyelőre nem nagyon tudunk csinálni, majd vetünk, mint a bolond egyből, ugye? Viszont a meszezést most szépen megúsztuk, aminek tudunk örülni. Ja, egyébként mondtátok, hogy van olyan vető, ami utána tudok akasztani még valamit. Úgyhogy azzal is tudok majd variálni, hogy mondjuk egy olyan vető, amelyik igaz, hogy nem tud trágyázni, de mondjuk... Lesem gyerekek. 22%. Ha 25%-ra jön ki kb. Egy sor, akkor ugye 4 sor alatt fog megtelleni. Ami azt jelenti, hogy még egy óra ide. Igen, akkor azt fogom csinálni, hogy ennek a földnek a végébe fogom hagyni a pótkocsit, és már neki is állok vetni, ugye. És akkor, ha visszaér ide, akkor fog körülbelül olyan 70-80%-on lenni. Ne, mit csinálsz? Ezt miért csinálja a barátaim? Gyerekek, ez mi a szar? Ne menjél vissza, hallod? Ez miért akar visszatolatni az elejére? Nem vágom, de jól van. Jó, hogy észrevettük. Nem tudom, mi a happy-e, hogy ő úgy gondolja, hogy vissza szeretne menni, de ezt előtt is megcsinálta, de vagy nem csinálta meg, nem tudom, de nem igazán értem. Lehet, hogy nem szereti, hogy a csőbe fele van neki, nem tudom, de nem, hát eddig nem volt ilyen problémája. Oké. Akkor lenne érdemes megvenni ezt a földet, hogyha valami olyan van, lenne rajt, amit mi le tudunk aratni. Amit mi le tudnánk aratni, gyerekek, és egyből tudnánk aratni. Ugye akkor érdemes megvenni ezt a földet. Most például napraforgó van rajta, amit nem tudunk aratni, mert nincs napraforgó adapterünk. Szóval... nem lenne egy olyan hatalmas biznisz. Jó, oké, hogyha visszaér, akkor fog elvileg megtelen, vagy nem megteleni, egy 70-80%-on lenni. Addig mi ezt simán már tudjuk frankon vetni. Nagyon jó. Úgyhogy gyakorlatilag meg fogjuk nézni, hogy mennyi pénz fog lejönni róla. Konkrétan pont annyit fogunk keresni minden egyes. Hát nem annyit, mert attól függően, hogy mennyi. Úristen gyerekek, várjatok, nézzük meg a hozamokat, ugye. Azt érdemes lenne belőni valami jóra, a bab az baromi alacsony, more. Figyeljetek, azt kellene csinálni, hogy lassan pörgetünk időt, mondjuk egy 30-al, és figyeljük, mint az állat a babnak az emelkedését, mert kell ezt csinálni. Kell valami, minimum egy 2000, nem tudom, hogy 2000 fölé megy, nézzük meg, hogy mennyire megy fel, és akkor azt úgy csináljuk. Jaj, letértünk az iránytú.
Nagyon lassan fordul egyik irányból a másikba ez a traktor. Mármint szerintem azt be lehet állítani, hogy kormányzási sebesség, és az nekem nagyon szarul van beállítva. Azt kiérünk a föld végébe, beállítok is rajt, mert megőrülök tőle. Hogy olyan eszméletlen lassan akar egyik irányból a másikba fordulni a gép. Jó, fogyaszt mindent, ugye szójabogot is fogyasztja, és a trágyát is fogyasztja, tökéletes. 50%-os trágyázottsága meg lesz. Nagyon baba. Kombájnunk az körülbelül most van. Olyan 58, nem, 58. Most van olyan 58%-on, 60%-on, föl fog érni, akkor olyan 70-75%-on fog lenni. És akkor ki is ürítjük, és ez körülbelül 3 menetre le fogja ezt vágni. Új, nagyon szuper. Kormány sebességgel változtatunk közben, ugye minden egyes sor végén megnézzük az árakat, és úgy állítjuk meg, hogy akkor nekünk az úgy azért baba legyen. Nézzük. Szójabab 1500, 1600. 1600, ami úgy látom, hogy úgy egész jónak tűnik. Hát ha 1600 fölött lesz, ez nekünk, akkor örülök. Nem akartam összecsukni amúgy. Ja, igen, kormányzás sebesség, gyerekek, biztos vagyok benne, hogy van olyan. Jaj, nem, itt nem lesz. Azt hiszem csak ezen kívül van. Igen, itt nincs. Itt nincs. Itt nincs, itt nincs. Külső menüben van csak. Főmenüben. Nézzük meg a... Ezt folyamatosan figyelni kellene, babra vagyunk ráva. Ugye 1600 és csökken, úgyhogy azt mindenképpen hanyagoljuk. Nézzünk egy olyat majd, amikor emelkedik. És azzal fogunk akkor valamit kezdeni. Hát minden sor végén megnézzük, hogy mennyi az annyi, hogyha elkapunk egy emelkedős tendenciót, annak megvárjuk a plafonját, ugye azt akkor azt kell csinálni, hogy megvárod a plafonját, amíg nem emelkedik tovább, és akkor ott adod el. Ezzel tudsz valamit variálni. Viszont ugye valószínűleg kellene máshogy is pénzt keresnünk, mert le fogjuk nyomni az árát, mint az állat a babnak. Azt kell csinálnunk, hogy különböző terményekből fogunk majd betermelni, és annak függvényében, hogy mit vesznek drágán, azt fogjuk eladni. Mert ugye, hogyha nagyon sokat termelsz, és nagyon sokat adsz el bizonyos árucikből, álljál meg. 84%, hát majdnem eltaláltak. Ha nagyon sokat betermelsz egy árucikből, akkor ugye az nem nagy biznisz. Mert akkor érzékeli a rendszer, hogy más nem csinálsz, mint azt adod el. Az akkor nem lesz egy nagyon jó dolog. Jó, gyerekek, én is dolgozok ugye, minél kevesebbe dolgozol a munkás, azért ugye most nem a gépi munkással vettetek, simán ugye el tudok boldogulni vele. Annyi lesz majd, hogy a babot el kell adnunk, közben nézek akkor még egyszer. Ez olyan 600 is csökken, hát akkor ez nem a legjobb. Nem, nincs emelkedő tendencia, viszont nem tudok tárolni, mert ugye pótkocsim van, silót meg nem az, hogy nem akarok venni, hanem nem is tudok szerintem most, mert azért annyi manink nincsen. Akkor meglássuk, gyerekek, meglássuk, hogy mit hoz a jövő. Egyelőre várakozó állásponton vagyunk. Várakozó állásponton vagyunk, ezzel megcsináljuk tovább a dolgokat. Még egyszer ugye megint leszóratjuk. És akkor ugye megint beérik, meglátjuk, hogy mennyi pénzt fogunk ebből kiszedni, vagyis mennyi terményt, jobban mondva, és akkor tudunk tervezni, hogy gyakorlatilag hány vetés fordulónként tudunk venni bizonyos dolgokat, mondjuk földet, vagy esetleg még traktorokat. Gondolkozzunk azon. Ja, meg biztos gondoljátok, hogy miért nem bérlek, tényleg nem akarok bérelni, bocs gyerekek, hogyha valaki annak a híve, én nagyon örülök neki, meg tényleg biztos nagyon jó dolog. Én szeretem sajátomként kezelni a gépeket, akkor tudom, hogy azután már gyakorlatilag nem fizetek plusz költséget, tudod. Úgyhogy ez. Egyébként addig érdemes sokszor felvenni a munkást, amíg elindítod a gépedet, mert az hozzi el, hogy biztos, hogy úgy fog beállni, ahogy kell. Úgyhogy fordítások, például földön átforduláshoz, ha bekapcsolod a munkásodat, akkor az biztos oda fog állni, ahol tényleg kell lennie ugye a vetőgépnek. Ugye érzékelő, hogy milyen széles vetőgéped van, pontosan ugyanoda beáll, és pontosan irányba fog állni,
utána már nincsen más gondod. Ó, gyerekek. Igen, és viszont ez az én hibám volt, hogy ott az... Az viszont az én hibám volt, bocsánat. Ugye látjátok, valamennyire eltértem én itt a dolgoktól. És már is ott már kijön a hiba. Ezért, mert nem gépi munkással fordítottam. Hát ez jó volt egyébként, jó tanuló pénz volt. Jó. Mert ugye a gépi munkás kapcsolsz, akkor ő mindenképpen egyenesen fog menni. Pontosan a föld irányába fog állni, és pontosan úgy fog fordulni, ahogy kell. Na, jó, oké, várjatok közben. És akkor ugye, ha csinálod azt, hogy kikapcsolod a munkásodat, elindítod saját magad ugye a szerkezetet, leengeded, és akkor már biztos, hogy irányba fogsz lenni. Ha csak nem, ugye most az előző sor nem volt teljesen egyenes, ez volt vele a probléma. Jó. Ha csak nincs például egy tereptárgy, mint az a pótkocsi útba, ahogy most éppen egyébként útban van. Jó van, gyerekek, jó lesz szám ez. Valami frankó dolgot kell venni, csak nem tudom egyébként, hogy még mit. De majd kitaláljuk. Ez egy ki volt számolva, mi? Ki az a hülye, aki itt hagyta a pótkocsit egyébként? Ez a jó a kevés hozamú árukkal, mert ugye mint a bab például, mert megfelelően alacsony a hozam ahhoz, hogy könnyen tudj bánni vele. Na, nézzük, hogy mi a szituáció, nincs a babbal. Nincs a babban semmi, gyerekek. Nem akar emelkedni az ára a babnak. Nem akar emelkedni az ára, nem vagyok boldog tőle. Nem vagyok boldog tőle, hogy nem akar emelkedni. Meg ugye a gépekkel, inkább a kezdőknek próbálok néhány tippet mindig mondani. Oda nézzetek, ott meg már Érika. Jaj, ebből ez lesz a probléma egyébként. De milyen érdekesen ért be. Igen, ez lesz a probléma. Úgyhogy lehet, hogy meg fogom állítani az időt. Mert ne az legyen, hogy össze-vissza nőjön a cucc. Hanem egybe akarom azért, hogy nőjön. De milyen érdekesen nőtt, vagy így mutatja legalábbis. Igen, nézzünk rá még egyszer, hogy mi van. Nincs jobb abban semmi, gyerekek. 1587, ennyibe fogjuk tudni eladni, 1587. És most már biztos, hogy ennyibe, mert nem fogom tudni azt csinálni, hogy... Nem akarom azt csinálni, hogy én itt a... hogy össze-vissza nőjön. Trágya az meg 10 hektárt, igen, megcsináltuk azt is, ugye, mivel most is trágyázunk ugye gyakorlatilag. Közben szerintem megtette megint ugyanazt a távot, nem tette meg, de viszont körülbelül most lehet egy olyan 60%-nál, 60-65%-nál a kombájdunk. Igen, 60%, és nem fog tudni visszaérni. Még egyszer, úgyhogy ez probléma, gyerekek. A probléma lesz. Na pont a másik oldalon van a pótkocsink. Hát, igen. Mennyit mondtunk? 1600 körül van. 1600. Puh. Hatezer. 40 liter, 50. Azért kapunk rá egy ilyen 70-80 ezeret egy kocsiért. Egy olyan 70 ezeret biztos fogunk kapni egy kocsi cuccért. És minimum itt ezen lesz másfél. Úgyhogy minimum föl fogunk menni 150-200 ezer környékére biztos pénzügyileg. Szóval, hogyha még egyszer ledurrantunk egy ilyen területet, akkor konkrétan meg tudunk venni még egyet. Amin ugye felváltva tudunk dolgozni, az egyiken ugye tudjuk csinálni az aratási műveleteket, a másikon pedig tudjuk csinálni a... Ö,
trágyázás, vetési műveleteket, kultiválás műveletet. Viszont azon, igen, nem, ja, megtelt. És az el tudott fordulni, jó van, ezzel nem lesz akkor gond. És az megtelt, neki írja már 84%, hát hadd menjen vissza, fel, aztán majd valami történik. Jó van, gyerekek. Ugye ennyi géppel, amint látjátok, gyakorlatilag fullos hozamot tudsz csinálni. Viszont nem túl változatos az elején. De ahhoz, hogy ugye ennél több pénzt gyakorlatilag nem tudsz termelni semmivel. Mint hogy ezt csinálod. Mert így van leegyszerűsítve, így gyakorlatilag a hatékonyság így a legjobb. Egyébként ugye itt azért jó, hogy itt vagyunk, viszont itt ide is telepedhetnénk. Nézzünk körül egy kicsit, amíg ezek itt dolgozgatnak. Most belement a gumicsizmába az összes pernye. Na, ugye itt vannak a bunkersilók, úgyhogy ide is jó lenne csinálnom magamnak egy telepet. Ezt is élném. Akkor ugye a bunkersilóit ennek tudnám használni. És elég közel lenne minden. Mondjuk itt ha kivágnám a fákat, meg ide csinálnék magamnak egy silót vagy valamit. Nem lenne ez rossz. Várjátok, egyébként a legegyszerűbb, hogyha felülről akarod megnézni a területet, akkor annyi, hogy mondjuk beállítod, hogy valamit akarsz venni, és akkor ugye tudod így csekkolni, hogy éppen mi történik. Ezt mondtam, ugye itt vannak a bunkersilók, itt van egy terület, és igazából ide valahova létrehozhatnám a gazdaságot. Itt ez elég jó ez a terület, mert ugye itt például nem is bántanám, mert úgyis lefele... Ó, itt lesz nekem. És itt akkor gyakorlatilag olyan lenne, mint az enyém lenne ez a messzes rész. Ugye olyan, mint a bunkersiló is az enyém lenne. Itt be is tudok menni a bunkersilókhoz. Gyakorlatilag ezt a területet, azt hogy van? Nem biztos, hogy meg lehet úgy venni, nem tudom ám, hogy lehet megvenni. Földek. A bunkersilós területet meg lehet venni. 769 ezerért. Ó, more. Jó van akkor. Egyelőre akkor ezt kihagyjuk. Egyelőre ki kell azt hagynom. Viszont arra kell figyelni, hogy ugye semmiképpen ne érje utol a kultivátoros betős traktor, ugye a mi kis kombájnunkat, hogy nehogy az legyen, hogy bekultiváljuk a ízét, területet. Jaj, more! És megint egyébként az irányításnak a hiányosságát, mert azt csinálj, hogy borzalmasan, most ez lehet, hogy hülyének tűnök, de nézzétek meg a hátsó kereket, most én lenyomom, hogy jobbra forduljon. És ilyen átkozott lassan, ugye, hogyha például akarom szedni, hogy na, most gyorsan elfordulok. Várjon, kiszámolom, 1, 2, körülbelül ilyen 3 másodperc, mire ő tényleg elfordul. Úgyhogy olyan, mint egy 3 másodperces késleltetésed lenne abban, hogy te el akarsz fordulni egyik irányból a másikból, mert tényleg az van, hogy mondjuk arra fordul. És akkor lenyomom, 1, 2, hát minimum 2 másodperces delay-je van annak, hogy én fordulni akarok, úgyhogy ez nagyon el van cseszve valahogy. Lehet, hogy még ugye a kormánynak a beállításai miatt történt vele az, hogy így össze-vissza akar. De ez így marhára nem biznisz nekem. Emiatt ugye be akarok valahova állni, akkor mindig az van, hogy izé. Ez történik velem. Jó. Csapassuk. Jóval előre kell gondolkoznom, mert különben baj van. És szerintem meg kell állítanom a kultivátoromat. Mert különben fogja, itt össze fognak gabolyodni. Okay. Hadd menjen. Kultivátor. Jó, mert ezt a sort, ha beáll ebbe a sorba, akkor meg is állítom. Jó, álljál meg, barátom. Jó. És akkor innen indulsz majd. Csak még hadd dolgozzon a melósunk. Meg szerintem el is kellene vinnem azt, mert úgy, semmiképpen ugye nem fog beleférni, legalább akkor spórolunk azzal egy kis időt. Hát most cseszhetjük, ennyibe fogjuk tudni eladni. Nem az, hogy cseszhetjük, mert biztos nem egy olyan rossz. 1587-ben is az étteremhez kell vinni, azt meg baromira tudjuk, hogy hol van. Szóval adjál neki, Sanyi. Ezért mindenképp a silót is kellene venni. Egy darab földet veszünk még,
és utána meg fogjuk kezdeni azt, hogy veszünk silót, hogy tudjunk tárolni be különböző terményeket, meg még ráadásul valószínűleg, hogy még egy traktor is kellene nekem, mert egy kicsit idegesít, hogy a vontatáshoz is ugyanazt kell használnom. Mármint ugye vonó traktorként is, mármint ilyen szállító traktorként is ugyanazt tudom használni csak. Azért ez valahogy annyira nem jön be. Oké, hát ez még félig van konkrétan. 57%-on van, meglátjuk, hogy mennyit adnak ért. Tehát ezért elvileg ugye kellene adni a körülbelül olyan 36. Hát minimum egy 40 ezeret gyerekek, 40-45 ezer pénzt. 40-45 ezer pénzt azért be fogunk nyúlni. Tütüt, előzök gyerekek, menjetek a fanébe! Hogy menjen a kipör? Ezek befordulnék. Ez még ennyi izével, még ennyi anyaggal elég jól mozog ez a kis gépecske. Ennél több van rajta, akkor már van baj, van baj. Speed limit. 25 mérföld. Ajjaj. Igen, ez megint a nem tudom időbe átszedni másik irányba probléma volt. Mert ugye jobbra volt átszedve a kormány, én nekem ugye vissza kell volna tekernem balra. És ugye ez nem arra nem történt meg. Mindig ez van egyébként, emiatt van gondom. Ez tényleg azt, módosítok, azt jó lesz. Gyerekek, mennyire szippeltek én egy olyan 50 ezerre. Egyezer, ja, jó, először mondtam, jó. Igazából csak ki kellett volna számolni, de nem számoltam ki természetesen. Okay. Nem tudom egyszerűen elég gyorsan visszaszedni, át kell állítanak. Idegesítő. Gyorsan, gyorsan. Az, a az szerintem bele is fér egy kombányba, vagy egy... még egy pótba. Az, ami ott van, hát hogyha egy fullos pótot termelünk, akkor körülbelül még 80 ezeret. Hát ja, egy olyan 150-200 ezeret mondtam, hogy annyira fel fogunk tudni menni. Ugye nem is tudom mennyi, talán 400 ezer körül van a következő földnek az ára. Tehát akkor még egyszer megcsinálom ezt a vetésporgót. Gyakorlatilag, vagyis még egyszer ugye elvetek, meg még egyszer levaratok, akkor konkrétan meg tudom tenni a következő földet. Amivel már ugye kettő földön tudok gazdálkodni. Sokkal gyorsabban fog ez működni. Mert tényleg egyszer az egyiket, a másszor a másikat tudom csinálni. Neki is állunk el, vetni tovább. Nekünk itt egy pótkocsink is. Várjatok, ezt hova kellene raknom, ahol jó helyen lesz. Hányszor ment végig? Most van körülbelül olyan 50% körül lehet? Nézzük meg, aha 44. 44, azt mondja, hogy 25 fölmegy. Ja. Körülbelül amikor leír, akkor lesz 100%-on, még egy kicsit hamarabb is. Úgyhogy ez jó helyen is van, az a pótkocsi. Gyerünk. Visszaszedjük, nézzünk egy külső nézetet, ha. Jó, mennyi barátom, oké, 115 ezerünk van. Jó, hát az még egyszer lejön, akkor kb. Meg is lesz. Ugye ott a végében izé van, árpa van, ott maradt, ott rohadt meg. Jó, srácok, jó lesz ez. Egyébként azt nézem, hogy a szalma miatt nőtt úgy. Ahogy kiszórol, nézzétek. Például itt is ilyen háromszögekben van, vagy nem szalma, hanem ez a pelnye. És az valamilyen szinten befolyásolta a növekedését annak a izének. Nem tudom, hogy ez milyen, mennyire tudatos a készítőktől, vagy miért van ez, de itt valamilyen szinten befolyásolta a növekedés sebességét. Látjátok? És ugye úgy tudod megkülönböztetni a trágyazott meg a nem trágyazott területet, hogyha megnézed, akkor ugye ez sokkal halványabb, ez meg sötétebb. Látni itt a csikon. Ugye mivel egyes növekedési stádiumban van, ugye már nem trágyázott, itt ugye elvileg ez még azt úgy mutatja, mert ez túl kicsi az a rész hozzá, de egyébként az már nincs megtrágyázva.
Ez a rész. Oké. Okay. Egyszer fordulnak, hát gyönyörűséges. Gyönyörűséges. Hát ez megint az lesz, hogy a legvége ott fog rohadni. Mert nem fogja egybe lehúzni, várjál. Te barátom, te nem jó állsz neki ennek a dolognak, én látom. Egy kicsit még tudná arrébb menni. Szerintem van egy ilyen biztonsági távolság, hogy nehogy az legyen, hogy ott marad a szem, de... Úgy né, így kell lesz, barátom. Szinte akkor megint csak. Hát maradt egy kis azért. Jó, a gyerekek, azon nem fogom végigküldeni a kombányt, az hozzájár. Akkor kb. Ja, sőt, pontosan meg fog telleni. Ki fogom tudni üríteni. Hát gyerekek, nem a legjobb. Nem a legjobb a hozam. Vagy nem a legjobb a pénz ebből. Nem a legjobb a pénz, mert azért viszik a munkások is, amelyet várjátok, hát akkor már csináljam azt, hogy én aratok, jó? Akkor már adjam olyan végig, aztán valamivel kevesebb lesz a költség. Egyébként igen, bérmunkázni is lehetne, ugye? Például, amikor itt dolgoznak a földemen a gépek, akkor tudnám azt csinálni, hogy a bérmunkából ezt kipótolom. De ennyire, akkor a saját földemen is tudok dolgozni, nem igaz? Jó, van gyerekek, hogyha ezzel megvagyunk, végignézzük, hogy mit érdemes venni. Egyébként egy dolog nekem, fáj a szívem egy dologra fáj a szívem, egy nagyon olcsó traktorra. Egy nagyon-nagyon olcsó traktorra. És azért, ami lenne egy ilyen mindenes traktor, amivel tudnám, igazából nem szükséges. Egy kicsit azért fáj is miatta a szívem, hogyha megvenném, mert nem szükséges megvenni azt a traktort, mert el tudsz lenni nélküle, de egy ilyen kis, tudjátok, a telepen a kis rendezgeti a dolgokat. Mondjuk, ha azt a kocsit odaébb kéne húzni, akkor ne kelljen lefogni a nagy traktorról. Ha esetleg pont dolgozik a nagy traktor, akkor el tudjunk rohanni valahova, el tudjuk mégis vinni, valamilyen szinten el tudja húzni a pótkocsit, és akkor el tudja vinni a szemet, és el tudunk adni vele. Egy ilyen kis futkozós kis döggel, ami viszonylag gyors. Úgy olyat lehet, hogy kinézek magamnak. Hát, hogy az jót tenne a gazdaságnak. Egyébként ezt meg annyira eszméletlen jó kiszámoltuk, hogy ez hihetetlen. Úgyhogy lehet, hogy most nem csak a hatékonyságra, hanem a kényelemre is rávegyek egy picit. Lehet, hogy az lesz, mert például egy olyan akkora traktor, amin mondjuk el tudna vinni mondjuk a... ugye a hátulján most a műtrágyaszórót, és akkor le tudnánk vele szóratni. Tudnánk pörgetni az időbe, le tudnánk vele szóratni a földet. Ilyen kis apró munkákra. Ugye mindig, amit mondtam az előző részben is, hogy mindig olyan traktort kell venni, amihez mindig a munkaeszközhöz kell megvenni a traktort. Meg a munkához kell megvenni a traktort, nem venni egy batált traktort, aztán lehet, hogy csak mondjuk izét húzkod, műtrágyázol vele, hanem tényleg az egy olyan traktort kell venni mindig, amilyen munkára szállnod. Ez meg még mindig megy. Na. Szóval, ja, átgondoltak. És egy ilyen kicsi traktor nekünk teljesen megfelelne arra, hogy ilyen terepe, vagy a területen elrakosgatni a dolgokat, meg esetleg műtrágyázni, meg hasonlókat meg tudnánk vele csinálni, és én valószínűleg, hogy meg is fogom lesni most. Nézek egy olyan traktort magamnak, nézzük meg a kis traktorokat, mennyibe fájnak. Mert ezek nagyon olcsóak, ugye, ezek a kicsi traktorok. Csak az a baj, hogy ez nagyon... Ez nekem azért nem tetszik egyébként. 150 paci, egész jó, de viszont nagyon lassú. A Valtra, az pedig 40-nel tud már menni, és ez a Fendt, az meg 50-nel tud menni. És azt hiszem, hogy utána, ami 50-nel tud menni, az meg elég távoli már, elég távoli. Szóval gyerekek, szerintem ez a Fendt, ami egy kicsit régebbi, igaz, 115 paciával, nekem. És homlokrakodót is lehet rá csatlakoztatni, és van első TLT-je, gyerekek, szerintem ennél kis Fendtnél jobbat nem tudok elképzelni. Homlokrakodó csatlakozót tudunk rá dobni később, ha szükségünk lesz rá. Gyerekek, ez a traktor, megmondom őszintén, ez a traktor nálam örök darab lesz, én érzem, és azt tudom is. Ez egy nagyon jó gép. Ez egy nagyon jó gép. Tényleg az, hogy első hátsó TLT, gyors, 53 km per óra az gyorsnak számít. Ugye sokkal drágább traktorok tudják csak ezt a sebességet produkálni. Igaz, az ereje az nem nagy, de azokra a munkákra, amiket mi el akarunk végezni, arra kell.
kell egy kis traktor, egy kis háztályú traktor, hogy az ilyen dolgokat meg tudjunk csinálni. Most például egy kocsit odébb húzni 3 métert nem tudsz, hogyha ugye nincsen meg esetleg ez a technológid. És akkor ugye már pörgethetek is az időbe, és beérethetem a területet, mert már megvan a traktor, az, és tudom ugye például műtrágyázni, ha kell. Meg ezt a rohadt pótkocsit is az útból el tudom húzni, nincsen semmi probléma vele. Simán el fogja vinni, egyébként még az eladó helyre is el tudnám, hogyha akarnám vinni. Egyébként itt most megint, mivel ezt nem kötelező nekem most instant eladni, ezért csak félre fogom rakni. Mert ugye tudjuk figyelni megint az áraknak az alakulását, ennyi ugye belefér, benne maradhat, mert most ugye úgyse fogjuk elkölteni azt a kevés pénzt, amink nekünk van. Úgyhogy ez így teljesen jó. Jó van, gyerekek! Akkor a következő megoldásunk, már vesszük is fel vele a izét, műtrágyázót, ugye? Érdemes a hátuljára pattintani akkor. Valószínűleg, hogy ugye egy orsúly azért nem ártott volna ennek, de szerintem azért egy műtrágyázót az szépen el fog boldogulni, azért nem egy olyan nagyon bonyolult szerkezet, meg nagy darab. Oké, gyerekek. Jó. Tökéletes, gyerekek, tökéletes. Közben ránézek ezekre az árakra. Nem hiszed el, most meg két helyen is megy felfele babnak az ára, nem baj. Lehet, hogy nekünk a pont, amire beérik, arra lesz jó. Közben ránézek a térképre, az is érdekel, hogy minden oké. Igen, itt írja ugye, hogy egyszer van trágyázva. Hát a szántást igénye, azt írja, hát de ugye ki van kapcsolva, tehát nincs semmi probléma vele. Igen. Igen, növekszik a stádium. Érdekes, hogy a növekszik stádiumba írja már, ez valami bug lehet egyébként, mert lehet, hogy már növekszik egyes stádiumban van. Aha. Nem tudom, hogy ez nem bug volt-e, hogy nem látszik. Mert próbálok egy olyat egyébként. Nézzük, hogy elmegyünk valahova. És akkor visszajövünk. Nem, ugyanaz sajnos. Ez valószínűleg, hogy bebugoltunk ott ezzel. Hát jó van, hogyha levetettük az egészet. Jó, mert most le fogja húzni azt a részt is. Akkor ha addig nem akar módosulni, mert az, én biztos vagyok benne, hogy ott valami hiba van, valami bug van. Akkor a következő részbe folytatjuk, kilépek be... Na, oké, ezt akartam meg, hogy megtörténjen. Látjátok, rosszul jelzte szerintem. Jó, adjál neki is annyi. Adjál neki Sanyi, ugye van most egy ilyen kis traktorunk, ez tökéletesen jól működik egy ilyen munkára, 100%-ra le van ugye, le van trágyázva, megint tudunk egy olyat csinálni, ezt tényleg mindig javaslom nektek is, hogyha akartok fölülről nézni dolgokat, hogy dolgoznak mondjuk a munkásaid, akkor ez egy baromi jó dolog, így szépen láthatod, hogy éppen hogy haladnak. Ugye tudod forgatni a kamerát. Jobban átlátod. Ja, itt a mellett következő területet. Azt fogjuk ugye megvenni. Most valami izé van rajt, még mindig a napraforgó. Majd valószínűleg, hogy lesz következő adagba más. Ha mászling van, akkor valami olyan, amit le tudunk aratni. Mondjuk egy, akár én egy buzára is vevő vagyok, vagy bármire. Ugye egy teljesen rá tudsz zoomolni, tudsz ráközelíteni, körül tudsz nézni. Ez egy nagyon jó, hogy így belásd a dolgokat. Jó van, gyerekek, szerintem frankon meg vagyunk. Én megmondom őszintén, én örülök ennek a fentnek, nagyon. Én örülök ennek a fentnek. Tetszik maga, hogy egy kicsit retro. Meg az egész ez nekem jó, bírom. Élem, gyerekek, tetszik. Jó, közben meg ugye ez végez. És akkor el is búcsúzok szerintem. Megint úgy fogok jelentkezni, hogy ugye akkor belepörgetek az időbe, és akkor már aratási stádium környékén fogok jelentkezni. Addig úgyse nagyon fogok csinálni semmit. Annyi, hogy ugye a fent az le fog nekünk műtrágyázni. Ez ugye befejezi már most ugye a vetést.
És akkor konkrétan a következő részt azt megint aratással tudjuk kezdeni, és esetleg megírhatjátok, hogyha esetleg van olyan, amit ti úgy jól látnátok, szívesen látnátok még a farmunkon, vagy van olyan javaslatotok, amivel még több pénzt tudnánk keresni, akkor azt nagyon szívesen meghallgatom. Jó van, gyerekek, nézzétek, gyönyörű egyébként. Na, ilyen munkákra nem kell nagyobb traktor. Ilyen munkákra ne vegyetek nagyobb traktort, mert felesleges. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!